A gyermekek nyári elhelyezése sokszor okoz fejtörést a szülők számára. Erre a problémára kínált lehetőséget a dombóvári önkormányzat egy táborral. A diákok első kirándulása tündérkertbe vezetett. Ez a gyerektábor remek lehetőséget ad arra, hogy a környékbeli iskolák vagy a dombóvári iskolák gyerekei megismerkedhessenek egymással. 20 gyerekkel vagyunk minden nap, minden turnus 20 gyerekkel fog indulni és működni, és hát mindegyik iskolából vannak tanuló gyerekeink. Most kijöttünk a tündérkertbe Szőlőhegyre megtekinteni a helyi gazdaságot, megismerkedhetnek a gyerekek a helyi növényvilággal, gyümölcsöket kóstolhatnak és gyümölcsfákról szerezhetnek tudást, és ez egy remek lehetőség, hogy bővítsék az iskolában megtanult ismeretanyagukat is. A tábor lehetőségét az önkormányzat hirdette, és a szülőknek jelentkezniük kellett, tehát igazából feltétele nem volt a táboron való részvételnek. Örültek neki, hogy végre kiruccanunk a táborból, mert eddig a programok, amik voltak helyben történtek, és ez az első ilyen külsős programunk, ahol külsős helyszínre tudtunk érkezni, és tetszett nekik, örültek nekik, hogy végre nem a megszokott körülmények között leszünk egész nap. Mielőtt sétát tettek volna a birtokon, a diófa árnyékában beszélgettek a kertben található gyümölcsfajtákról. Az Erzsébet táboros gyerekek érdeklődve hallgatták a tündérkert történetét, az itt fellelhető növények jellemzőit a tulajdonostól. Dombóvári tündérkertet 6 éve hoztuk létre a családdal. Célunk, hogy Dombóváron is meghonosítsuk az ősi magyar gyümölcsfafajtákat, illetve ennek hagyományát őrizzük, és népszerűsítsük itt a dombóvári kert tulajdonosok körébe a Szőlőhegyen. Jellemzően alma, őszi barack, kajszi barack, illetve körte, valamint meggy és cseresznye található, illetve harmadik éve ültettünk kivit próbaképpen, ami ugyebár nem őshonos magyar fajta, de az éghajlat a termesztésére teljesen tökéletes. Tavalyi éven termett először, az idei évtől már egyre nagyobb hozamot fog teremni. Minimális vegyszert sajnos kell használni, enélkül nem lehet, de olyan szereket használunk, melyek ökológiai gazdálkodásban alkalmazhatóak. A kert fenntartása rendkívül sok munkát igényel, nyilván ugye a fűnyírástól a rotációs kapálás műveleteken át az ökológiai szerekkel történő permetezésig. Egyre többen jönnek ki és látogatják meg, illetve tekintik meg az őshonos magyar gyümölcsfajtákat. Tudni kell ezekről a fákról, melyeket Porszombatról hoztunk, hogy nagyon strapabíróak, bírják a szárazságot is, illetve a nedves időszakokat is egész jól átvészelik. A táborozó gyerekek gyümölcsfákkal ismerkedhettek meg. A tündérkertben tett séta alkalmával azokról a folyamatokról is hallhattak, ami az év folyamán egy gazdára vár. Ezzel szerette volna népszerűsíteni a kertgazdálkodást a legfiatalabbak körében a tulajdonos. A gyerekeknek a gyümölcskóstolásra is adódott lehetőség. Azért szeretem a barackot, mert finom is, meg édes is. Otthon nem kertes házunk van, de régebben, ahol laktunk, ott volt kert, és ott kertünk. Ha felnőtt leszek, szeretnék mindenféleképpen kertészkedéssel foglalkozni. Nyilvánról hallottunk információkat, hogy hogy terem meg hogy milyen időszakokban terem meg, hogy mire jó a trágyázás, és meg is kóstoltuk. Egyébként a kajszi az finom. Málva is akartam ide jönni, csak nem mondtam még anyának. A tündérkertben tett tanulmányi kirándulás alkalmával számos kérdést tettek fel a diákok, amelyekre minden esetben meg is kapták a kielégítő választ. A délutánt pedig egy jó hangulatú lekváros kenyérpartival zárták.